Ismét elérkezett a hétköznapok órája, és itt van velem a mai hétköznapok vendége, Bohágy Zoltán lelkész. Szervusz, Zoli. Szervusz, Kati, és én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon sokféle módon próbáljuk körbejárni az egyénnek a szerepét az egészben. Ez már egy magasröptű filozófiai kérdés is lehetne, de a mindennapokra visszatérve van egy olyan típusú felelősségünk, amit meg kell értenünk ahhoz, hogy be tudjuk tölteni a feladatunkat, szerepünket a saját életünkben, Krisztus testében is, az egyházban is, és a társadalomban is. Tehát egyikkel sem elégíthetünk meg, nem zárkózhatunk bele csak a családunkba, vagy csak az egyházba, vagy pedig zárhatjuk ki az egészet is csak a társadalomba. Ugye az ember valahol érdekes módon sokkal többre képes, mint amit így első látásra gondolunk, és ebben nekünk rengeteg döntési helyzetünk van, amiben fölvállalhatjuk, avagy lemondhatunk erről a felelősségről. Ezt hogyan lehet megközelíteni keresztényként a hitünkben, tehát a keresztényi vállás lépései között ez hol szerepel, hogy megértsük a saját felelősségünket? Én azt gondolom, hogy a legjobban talán a Jézus Krisztusnak abból az evangéliumi hasonlatából lehet ezt megérteni, ahol arról beszél, hogy ti vagytok a világ sói. Tehát ettől soha nem szabad a kereszténységnek elidegenedni, hogy neki van egy küldetése, neki van egy szerepe ebben a világban, mégpedig a sónak a szerepe. Ugye azt látni a világban, én is már több mint 30 éve vagyok keresztény, vagy 30 éve tértem meg, és ugye ez alatt az idő alatt is látni, hogy mennyit változott a világ, sajnos nem jó értelemben, hanem rossz értelemben. Tehát, hogy folyamatosan zajlik azzal ellentétben, amit egyébként némelyek mondanak, hogy haladás és fejlődés zajlik a világban, vagy amit annak idején mi is tanultunk. Hát szellemi és erkölcsi értelemben ennek pont az ellenkezője zajlik. Tehát ez a technikai és az erkölcsi, igen, ez valahogy egymással ellentétesen mozog a kettő, igen. Tehát technológiai értelemben valóban van fejlődés, nem is akármilyen léptékű, de szellemi erkölcsi értelemben pedig ennek pont az ellenkezője zajlik. És nekünk keresztényeknek pontosan az a feladatunk, vagy a küldetésünk a társadalmi élet során, vagy a társadalmi szerepvállalásunk során, hogy ezt a fajta sószerepet töltsük be, tehát hogy amennyire rajtunk áll abban a mikrokörnyezetben, amiben vagyunk, vagy létezünk, vagy ahová Isten állított, vagy ahol elhívott bennünket, ott ezt a sószerepet a környezetünkben ezt ki tudjuk fejteni. És hát ez nem egy egyszerű feladat, mert már az, hogy az ember a családjában helytálljon, egyáltalán, hogy legyen családja, egy működőképes családja, és abban hosszú távon helytálljon, ez is egy óriási kihívás. És a sónak a miben létét is éppen ezért nagyon sokféle magyarázat övezi. Például az, hogy már ezzel is megtettük azt, amit tehetünk, azzal, hogy van egy jól működő életünk. És sokszor a munkával kapcsolatban is ellentétes vélemények merülnek föl, hogy most akkor mi elég? Mi az, amit belefektetek a munkába, és akkor az már úgy elég, és azzal már megtettem, ami a kötelességem. Tehát például ezt hogy lehet feloldani, hogy az ember átlássa azt, hogy ő egy személy, de az origója annak, ami a világban végül is só, nagyon sok irányba só. Tehát az a só az ugye, hogy a vízbe is bedobjuk, mindenfelé hat, nem csak egy irány. Igen, tehát ez a kihívása tulajdonképpen a keresztény életünknek, és ez egy feladatunk is tulajdonképpen itt a világban, hogy azt a áldást, azt a kegyelmet, amit az ember a gyülekezetben, az egyházban megkap, vagy amit közvetlenül Istentől át tud venni, azt a világosságot, azt a kegyelmet, azt az életet, amit hordozunk, azt az ember kivigye, és abban a környezetben, és ahogy te is mondod, ebben benne van a család is, az embernek a saját családja, gyerekei, nyilván benne van az egyház is, de benne van a társadalom is, az a kör, vagy az a réteg, ahol az ember mozog, és akikkel az ember kapcsolatban áll.
akik ugye az ember... Persze, akarjunk eleve kapcsolatokat építeni, ugye? Így van. Tehát a bezárkózás nyilvánvalóan nem helyes, tehát nem jó az, hogyha az ember bezárkózik a gyülekezetbe, és onnan nem lép ki, mert egyébként ez egy áldás. Tehát nagyon jó, hogyha egy nagyon jó dolog, hogy közösséghez tudunk tartozni, barátok, ismerősök vannak, de azért az is fontos, hogy az ember az egyházba épülni járjon, feltöltődni járjon, adott esetben, akinek Isten ad szolgálatot, szolgálni járjon, de ezt az áldást, ezt vigye ki innen, és vigye be oda, abba a mikrokörnyezetbe, abba a közegbe, ahol ő egyébként él, meglétezik. És ezt hogyan tudjuk így átlátni? Nyilván, amikor az ember megtér, már az is óriási dolog, hogy a saját életemet meg tudtam oldani. Ez egy óriási falat minden ember számára, mert az Úr nélkül ezt nem tudja átélni. És akkor innen indul igazából. Tehát az, amit akkor olyan beérkezésnek érez az ember, hogy akkor most megérkeztem, és nagyon sokan elmesélik, én is így éreztem, hogy hazaértem, és akkor kiderül, hogy otthon is van egy csomó dolgom még. Igen, hogy ez még csak valami újnak a kezdete, itt még csak elkezdődött valami. Hát én elég sokáig, nekem úgy alakult az életem, hogy elég sokáig dolgoztam világi cégnél, több mint 10 évig, majdnem 15 évig, és megmondom őszintén, hogy én ezt mindig arról úgy gondolkodtam, hogy én szinte minden pillanatban, amit ott eltöltök, ideértve a munkámat, meg a munkatársakkal való kapcsolatot, meg a, egyébként a különböző céges rendezvényeket, meg minden, hogy valahol én ott mindenképpen képviselem az Urat, képviselem a kereszténységet, képviselem az egyházat, tehát nem csak akkor tanul az ember, amikor adott esetben éppen bizonyságot tesz valakinek, vagy elmondja, hogy milyen változások vannak az életében, hanem gyakorlatilag minden egyes pillanatban, ha tudják rólam, már pedig ez ugye előbb-utóbb azért ki szokott derülni, ha tudják rólam, hogy keresztény vagyok, akkor gyakorlatilag szinte minden pillanatban az, ahogyan egy e-mailt elküldök, az a stílus, ahogy azt megfogalmazom, ahogy az emberekkel kommunikálok, beszélek, ebből az emberek azt veszik le, vagy kapnak egy képet arról a hitről, meg kapnak egy képet arról a kereszténységről, amit az ember képvisel. Hát ezt nem mondhatjuk, hogy az Úrra nézzetek, ne rám, azt számít, amiről beszélek, azt ne nézzétek, hogy én hogy élek, hanem én tudok beszélni az Úrról, és az a bizonság. Én azt gondolom, hogy ma már nagyon sok információ van kint a világban az Úrról, köszönhetően a hitgyülekezete szolgálatának, és itt az elmúlt évtizedekben nagyon sok információ, ismeret, tanítás, stb. Elérhető interneten, különösen a digitalizáció korában, tehát ma már néhány kattintással nagyon sok mindent meg lehet tudni az egyházról, gyülekezetről. Tehát én ennél fontosabbnak tartom azt, hogy az emberek mit látnak ebből, keresztények az életében megvalósulni. Gondolom, és ez is igei, nem? Hogy ez nem egy új keletű dolog. Nem, egyáltalán nem. Tehát, hogy nem csak a bizonyságtevés, az nem csak a szavakkal zajlik, hanem az embernek a magatartásával, az embernek a viselkedésével, beszédével, stílusával, az, hogy bizonyos konfliktusokat hogy rendez le, üvöltözik-e, mint esetleg mások, vagy próbálja ezt békés eszközökkel rendezni, vagy ne. Vagy akár egész pontosan a munkahelyi teljesítményével is. Mert ugye azért ma egy teljesítményközpontú világban élünk. Hát és mindig kellett teljesíteni. Így van, de ma ez különösen igaz. Tehát ma egy teljesítményközpontú világban vagyunk, és hogyha azt látják igazából a világiak, hogy a keresztények ezen a területen is megállják a helyüket, tehát alapvetően kedves, szerethető emberek, de emellett még egyébként felkészültek, és egyébként teljesíteni is tudnak, na az biztos, hogy és utána még bizonyságot is tesznek, akkor amellett a bizonyság mellett nem megy el egy világi, és nem legyint rá, hogy azt mondja, hogy hát micsoda szektás szöveg ez, hanem arra odafigyelnek. Számít, hogy kinek a szájából hallja. Számít, hogy kinek a szájából, igen, és azt is megnézik, különösen egy munkahelyi környezetben például, ahol azért 8 órát jobb esetben, rosszabb esetben többet eltölt az ember.
ugye szokták is viccesen mondani, hogy többet, mint a saját házastársával. Ott azért megismerik az egymást az emberek, azért látják, hogy ki milyen, látják, hogy kinek milyen a viselkedése, magatartása, stílusa, és abból tudnak az emberek egy képet alkotni, hogy az most a adott esetben a bizonyságával az összhangban áll. Tehát a hitelességet adja az életünk gyakorlatilag ehhez. És még hogyha nem is derül ki, sokszor azért már hamar az, hogy az ember keresztény, de hogyha mondjuk ott dolgozik már x éve, és a végén derül ki, akkor visszamenőleg is értékelni fogják, hogy oké, most ezt mondod, de azért is hallgatom meg, mert már itt évek óta milyen jól együtt dolgozunk, vagy pedig azért nem hallgatom meg, mert ezt most ezt mondod, de egész eddig mondjuk a konfliktusaidat nem így rendezted, nem tettél le semmit az asztalra, megbíztunk, nem végezted el a munkát, vagy bárki jobban el tudja végezni, mint te. Ez érdekes, ebben nem biztos, hogy mindig belegondolunk, nem? Igen, abszolút, és nagyon tudja a bizonyságnak a hitelességét rombolni, hogyha egy ilyen fajta ellentmondással találkoznak, mert egyébként ugye a kultúránk azért hordozza a kereszténységnek nagyon sok igazságát és nagyon sok valóságát, és ezért a legtöbb ember azért tud képet alkotni, hogy egy kereszténynek hogy kéne viselkedni, és ez nagyjából még többé-kevésbé még stimmel is, igen. Tehát, hogy ezt nagyon... nem vehetjük rossz néven. Nem. És nagyon ellentmondásos tud lenni egy olyan helyzet, amikor egy bizonysággal szemben mondjuk pont hasonló dolgok előfordulnak, mint amiket te is mondtál. De nagyon érdekes, mert egyébként, hogyha ezt az ember úgy tényleg éli és megvalósítja a munkahelyen, én is tapasztaltam, tehát hogy például a környezetemben megszűnt. Tehát amikor én ott voltam, akár egy ilyen közös kávézás vagy közös beszélgetés során, például nem volt káromkodás, nem volt csúnya beszéd, nem volt szexista dumák, mert tudták, hogy azt a Bohács Zoli nem szívesen hallja, és egyébként voltak olyan tisztelettel felém, hogy ezt megoldották ők külön, de amikért én ott voltam, akkor ez nem hangzottak el ilyen dolgok. Ez nagyon érdekes, hogy így tudhatni, és nagyon szomorú, amikor ez visszafelé hat, mert vannak olyan, hát van olyan felfogás is, hogy jó, de az én munkámban ezt nem lehet megvalósítani, mert itt mindenki kemény, és hogyha én nem vagyok kemény, és nem csinálom ugyanazt, ugyanolyan módszerekkel, akkor ugye nem tudok érvényesülni a munkámban. De egyébként jó keresztény szeretnék lenni. Minden munkahelyen vannak kihívások, tehát amiknek az embernek meg kell felelni, és sokszor ezek nem könnyűek és nem egyszerű kihívások, de én ezzel kapcsolatosan is mindig úgy álltam hozzá a világi munkahelyen, hogy én a munkámat is szolgálatnak tekintettem, és valahogy úgy gondolkodtam erről, hogy Isten állított engem ide, itt vannak ezek a feladatok, amiket meg kell oldani, és ezeket, hogy mondjam, természetes tudással is, hittel is, és mindenféle módon próbáltam ennek úgy nekiállni, hogy beteljesítve azt a küldetést, hogy az ember példakép legyen ilyen módon, vagy a hitét, vagy a kereszténységét próbálja megvalósítani. És nálam például ez nagyon működött, tehát én nagyon sok mindent sokszor kegyelemből is, hitből is, abszolút természetes dolgokban is megtapasztaltam Istennek azt a segítségét, meg azt a támogatását, ami ehhez kellett, sokszor kőkemény, abszolút világi és kemény helyzetekben. Tehát én azt gondolom, hogy itt nekünk van lehetőségünk arra, és nagyon fontos is egyébként, hogy én ezt mindig el szoktam azért mondani keresztényeknek is, hogy a hitüket azt ne csak az egyházi világban, vagy az egyházi gyülekezeti közegben használják, és Isten azért adta nekünk azt a hitet, hogy a természetes dolgokban, akár munkában, munkahelyi feladatokban is azt a munkát is az ember hittel végezze. Ez nagyon sok példát is von maga után, ugye az igéből is, csak most eszembe jutott az, hogyha az ember hisz Isten minden hatóságában, már pedig ez Istennek az egyik legfontosabb jellemvonása, tehát enélkül nehéz hinni benne, akkor
kizár dolog az, hogy engem ne lásson a munkahelyemben. Abszolút. Tehát én mindig is megvoltam arról 100%-ig győződve, hogy ha az ember hisz, és az ember kér Istennek a segítségét, az a munkahelyen is megvalósul. Hiszen hogyan nem kell átvenni a senkinek a stílusát, főleg nem olyan, ami ellentétben áll a keresztény Nem, egyáltalán. Tehát ez a mi úgymond titkos fegyverünk, a hit. Tehát amit be lehet vetni a helyzetekben is, és én tapasztaltam, hogy abszolút működik. Ugyanis én abból indultam ki, hogy én hogy tudok bizonyság lenni egy adott munkahelyen, hogyha egyébként a teljesítményem meg hát nem olyan, amilyen, vagy kívánnivalót hagy maga után. És éppen ezért én abszolút megvoltam arról győződve, hogy ez Istennek az akarata, hogy az ember előre jusson ezen a területen, és én ezt abszolút 100%-ig és hittel álltam ezekhez a kérdésekhez mindig. Tehát ez a hit része? Abszolút, igen. Ahhoz, hogy ezt demonstrálni is, vagy illusztrálni is tudjuk, hogy Isten mennyire figyeli azt, hogy a kezünk munkája az hogyan néz ki, és ő hogyan áll hozzá annak a minőségéhez. Erről milyen kedvenc történeteid vannak az igéből? Hát ugye például ugye az első Zsoltár jutott hirtelen eszembe, hogy így föltetted ezt a kérdést, hogyha az Istennek a törvényében gyönyörűségünk van, akkor ahhoz kapcsol Isten egy olyan ígéretet, hogy az embernek a keze munkáját az Úr megáldja. És a keze munkája, hát mi más lenne, hanem pontosan a munka, pontosan az a tevékenység, amire ilyen helyzetben vagy ilyen esetben kegyelem jön és áldás jön. Tehát ezeket én nagyon fontosnak tartom, hogy ezen a területen is a hívők higgyenek és bízzanak az Úrban, és kérjék is az Istennek a támogatását. Már csak azért is, mert pontosan, hogyha ilyen teljesítmény van valaki mögött, egy keresztény mögött, az mondjuk abban is hozzásegíti őt, hogyha bizonyos kereszténységnek bizonyos értékeiért kell kiállni a munkahelyen, mert éppen mondjuk olyan törekvések vannak, és itt már egy picit akkor a bizonyságtevésből átmegyünk egy másik dologra, ami mondjuk a kereszténység értékei ellen, vagy adott esetben az embernek a lelkiismereti dolgai ellen van. Tehát megszerzi azt a jogot, hogy ilyenkor kiállhasson. Így van, és nyilván egészen más hatókörrel, vagy egészen más lehetőségekkel rendelkezik valaki, aki mondjuk egy munkahelyen megbecsült, elismert, látják a teljesítményét, látják a munkáját. Egészen más lehetőségei vannak arra, hogy adott esetben ilyen célokért is, vagy ilyen dolgokért is megmozduljon, vagy éppen közreműködjön ezekben. Vagy hogyha az felmerülne, hogy a szívem a helyén van, de hát ezért én jó ember vagyok, nem kell, hogy annyira ambícióim legyenek a munkahelyemen. Azt a fajta minőséget, amit Isten elvár az embertől, ez azért látszik abban, ahogy mondjuk az akár az építkezéseknél, vagy különböző feladatoknál, amiket Isten személyesen ugye az igéből olvassuk, hogy megbízott vele embereket, ott egyrészt pontosan le van írva, másrészt pedig megbecsült szakembereket állított be, akiknek én úgy tudom ezt lefordítani, hogy Isten is gyönyörködött a kezük munkájában, és nem adta a láb, hogy tudom, hogy jó ember vagy, nem számít, ha egy kicsit másképp faragod azt az oszlopot. Igen, tehát abszolút így van, amire utaltál is, hogy az a fajta, egyfajta igényességnek meg kell jelenni az embernek a munkájában, vagy a tevékenységében, és ez fontos, hogy benne legyen, hogy ne csak úgy összecsapja a dolgokat, hanem abból igyekezzen azt, amit a kezéből kiad, az tényleg minőségi legyen. És erre az igében is van példa, ahol pontosan az Új Szövetségben, ahol ugye az ige rész, hogy a hitünkhöz kapcsoljunk hosszú tűrést, kitartást, ott van egy olyan ige is, hogy amiben kiválóságot csatoljunk ehhez. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy egy idő után kialakuljon az emberben az a fajta igény, a kiválóságra való törekvés is. Tehát, hogy a munkájában, a tevékenységében megjelenjen az igényesség, megjelenjen a kiválóság, megjelenjen a minőség.
És itt is elsősorban, hogyha most egy munkahelyi közegből indulunk ki, mert ez is egyfajta, hogy mondjam, bizonyság, és ezt is figyelik egyébként a kívülvalók, hogy mi az, ami az emberből vagy a tevékenysége kapcsán kijön. Hol lehet ezt egyébként látni? Tehát nyilván nem, akkor nem is így kérdezem, de nagyon pontosan lehet ezt látni például a templomépítésnél, hogy milyen szakembereket gyakorlatilag benne van az igébe, hogy kit kell megbízni vele. Ez nekem annyira szöget ütött a fejembe, hogy Isten ennyire látja, hogy a korábbi munkái alapján nyilván megbízza újra azt az illető mesterembert, hogy most már alkalmas arra is, hogy a templomba faragja az oszlopokat, vagy szője a textileket. Tehát ennyire figyelemmel kíséri a kezünk munkáját, és ennyire igényli azt, hogy az minőségi legyen. Igen, hát a katolikus egyháznak például erre mindig is volt egy ilyen fajta látása, meg egy ilyen fajta meggyőződése, ugye nem véletlenül, hogy mai napig is bármelyik európai településre bemegy az ember, a legmagasabb épület az mindig a templom, tehát mindig annak kellett és nagyon sokszor a legdíszesebb és a legékesebb épület is az egész településen, tehát nyilván erre ők mindig is figyeltek, hogy ez meglegyen. Ezzel a részével akár egyet is érthetünk igei alapon, tehát valóban. De én azt gondolom, hogy nekünk sincs ezzel kapcsolatosan semmilyen szégyenkezni valónk, mert a gyülekezet által létrehozott gyülekezeti házak, épületek, amiket én ismerek szerte az országba, mindenütt azért hordozzák ezt a fajta igényességet, és mindig is törekszünk arra, hogy amit létrehozunk, vagy amit megcsinálunk, az tükrözze azt a szellemet, és tükrözze azt a meggyőződést és azt a látást, amit Istennel kapcsolatosan hordozunk. Igen, mert ugye Mózes sátrára ekkora gondja volt Istennek, azért azzal egy kicsit szemben áll az a másik fajta katolikus felfogás, ami ugye a templom egerére, meg arra hogy van egy olyan fajta szegénység, hogy ez a két fillér az is elég, tehát hogy ezek ilyen kicsit ilyen ellentmondásossá tették azt a keresztény kultúrát, amire te is utaltál, hogy igazából benne van a kultúránkban, de nem biztos, hogy a kultúra alapján önmagában el tudunk igazodni, hogy Isten akkor hogy nézi a kiválóságot, és abban az én munkám felé való felelősséget. Igen, hát ugye a keresztény világ nem mentes ellentmondásoktól. Tehát, igen, ezt most te, nagyon szépen mondtad. Ahogy te is utaltál rá, tehát igen, tehát hogy egyrésztről a díszes katedrálisok és a díszes templomok mindenféle drága tárgyakkal, kegytárgyakkal földíszítve belülről, és közben pedig az evangéliumi szegénység, mint tanítás. Tehát nyilván ezek ilyen szempontból ellentmondások, amiknek persze megvan a feloldása, megvan erre a megoldás, de én azt gondolom, hogy egy fontos feladata az azért a gyülekezetnek, a kereszténységnek, Jézus Krisztus egyházának, hogy egy képet közvetítsen Istenről, egy képet közvetítsen a hitről, egy képet közvetítsen a kereszténységről, hiszen ki tudná ezt közvetíteni a világ felé, az emberek felé, hanem mi pontosan, akik erre vagyunk elhívva, és ennek a részesei vagyunk, és ebben benne állunk, és én azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik ilyen módon a show szerepéhez, tehát nem csak az, hogy az ember a romlást és az erkölcsi szellemi romlást azon a területen, ahol van, konzerválja és visszatartsa és visszafogja, hanem egyrészt közvetítse azt a képet is, ami a kereszténység, és én azt gondolom, hogy ezt minden kereszténynek, aki mondjuk akár világi munkahelyen dolgozik, ezt a fajta felelősséget, ezt föl kell vállalja. Tehát ezt tudnunk kell, hogy a munkahelyen, a mi esetünkben nem csak arról szól a dolog, hogy bizonyos feladatokat elvégezzünk, és pénzt keressünk, és eltartsuk a családunkat, vagy magunkat, hanem hogy ebben mindig van egy olyan fajta felelősség, hogy a munkánkon, a viselkedésünkön keresztül megjelenítünk bizonyos értékeket, sőt magát Jézus Krisztust jelenítjük meg, úgyhogy éppen ezért ez egy, én ezt mindig is egyfajta missziónak tekintettem, tehát nem csak az egyházi szolgálatot, hanem a munkahelyi szolgálatot is mindig. Ez egy nagyon fontos és egyben érzékeny pont is, mert itt megint elérkeztünk arra a mesdjére, hogy az egyház építése, társadalom építése, a saját magam építése hogyan
találkozik ennél a pontnál, mert itt is vannak olyan viszonyulások, ami mondjuk nehéz helyzetbe kerül egy munkahelyen, például egy olyan főnök miatt, vagy egy olyan munkahelyi rendszer miatt, ami hát mindig nehéz a munka. Na, hát a munka nem arról híres, hogy most annak feltétlenül könnyűnek kell lenni, és akkor talán vannak, akik úgy fogják ezt föl, hogy de legalább legyek jó keresztény, és akkor nekem nem kell ilyen kemény dolgokba benne, és megkeresem azt a munkahelyet, ahol nem ilyen a főnököm, vagy ahol én lehetek a főnök, és nem leszek olyannak az alkalmazottja, aki ezt meg azt követeli tőlem. Tehát, hogy megvan ennek a veszélye, hogy a felelősség felvállalása helyett egy kicsit becsapjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy én így is tetszem Istennek, hogyha megfutamodom ezzel elől a helyzet elől, mert hát ott nem tudom érvényre juttatni ezt a show szerepemet. És ezt, hát lehet, hogy akkor a show-nak időnként valami falakat is át kell törni. Igen, tehát ez nehéz ebben általános receptet mondani, mert minden helyzet, igen, minden helyzet más, de abban kétségtelenül igazad van, hogy nem mindig a menekülés a legjobb dolog. Nem biztos, hogyha az ember szembe találja magát mondjuk egy munkahelyi konfliktussal, vagy éppen olyas valakivel, aki akadékoskodik, vagy akinek csak egyszerűen nem tetszik a fizimiskánk, és vagy egyébként bármilyen problémája van velünk, lehet ez akár a főnökünk, vagy bárki, nem biztos, hogy az a legjobb dolog, hogy az ember elmenekül. Mert nagyon sokszor a legnagyobb bizonyságok, például a Bibliában is akkor a legnagyobb bizonyságok Isten mellett abból a helyzetekből jöttek ki, amikor keresztények tényleg bátran beleálltak helyzetekbe. Ugye csak gondoljunk a Dániel könyvére. Ugye Dániel ez is... Ez egy nagyon nehéz helyzet volt. Igen. Ráadásul ugye az életükről is szó volt, tehát nem is akármilyen kockázatot vállaltak föl. Ugye Dániel is az oroszlán barlangos történetben, meg a három másik fiatal, egy ugye másik helyzetben. Tehát, hogy mindig ezek a helyzetek jók lehetnek arra, hogy az Isten mellett történjen egy nagy bizonyság. Tehát nekem is volt egy olyan időszakom annál a cégnél, a világi cégnél, ahol dolgoztam. Ugye abban az időben indult a Vidám vasárnap közvetítés, emlékszem rá, és ugye megtisztelő volt, hogy az első sorba, vagy második sorba ülhettünk, viszont ugye az összes munkatársam látta, hogy a Bohács Zoli ott ül a gyülekezetébe Budapesten, és akkor ebből nem kis konfliktusok keletkeztek. Érdekes, meg nézték, ugye? Nézték, igen, tehát ez mindenképpen örömteli, de aztán ez egy nem egy könnyű időszak volt nekem utána, ezt megharcolni, ezt a dolgot, de mindig is gondolkoztam rajta, hogy talán el kéne menni másik helyre, de valahogy soha nem éreztem azt, hogy ez lenne a jó ebben a helyzetben, hanem sokkal inkább azt gondoltam, hogy itt most meg kell állni, ezt most nyelni kell egy nagyot, és mert ugye nem csak az a legény, aki adja, hanem aki állja is, tehát hogy ezt most meg kell állni ebbe a helyzetbe, bízni kell az Úrban, és utána valóban rövid időn belül Isten adott egy nagy áttörést, és onnantól kezdve már senki nem foglalkozott azzal, hogy én most vasárnap délelőttönként hol ülök, meg mit csinálok. Tehát, és akkor az egy nagy bizonyság volt, én azt gondolom a munkatársaim előtt is, utána szabadon tudtam velük bármikor Istenről, gyülekezet ügyeiről beszélni, még a csúcsvezetőkkel is. De hogyha én ott abban a helyzetben fölállok és elmenekülök, és elmegyek egy másik helyre, akkor ez nem jött volna így létre. Tehát, de erre se lehet azt mondani, hogy igazából ez egy általános recept, mert van, ahol meg tényleg az embernek az a legjobb megoldás, ha keres egy másik munkahelyet, mert hogyha annyira ellehetetlenedik a helyzet, hogy tehát ilyen is van, de nem mindig, én csak azt szerettem volna mondani, hogy nem mindig a menekülés a legjobb útvonal ebből. Hát, hogyha csak belegondolunk akár Józsefnek a helyzetébe, Potifár házába, vagy akár a fáraónál, azért ott nem arról van szó, hogy az egyházon belül, vagy akár barátságos környezeten belül kellett volna boldogulnia, de mindenhol az van leírva, hogy rendkívül jól végezte a munkáját, és ezért fölfigyeltek rá, és olyan főnöknek, aki most ezt akár erkölcsi szellemi szempontból úgymond nem érdemelte meg, hanem csak a pozíciójánál fogva érdemelte meg, mert ez volt a feladat, akkor ő ezt elvégezte, és nem bírálgatta, hogy most neked nem fogok
valami különlegeset produkálni, mert nem jár neked. Igen, a József egy kiváló példa erre. Neki is nyilvánvalóan egy abszolút pogány, sőt a mai léptékkel szinte elképzelhetetlen pogány közegben kellett megállni a helyét. Ebben szerintem sokszor nem gondolunk bele, nem, hogy mikor hithőseiről beszélünk, hiszen mind belekerült a Bibliába, akkor ők már a Bibliában mozognak, de kiderül, hogy az egy társadalmi környezet volt, amiről igen, ez szól. Igen, sokszor egy ilyen vallásos dolog körülveszi ezeket a történeteket, meg a bibliai szereplőket, és ezeket jó ezt így lebontogatni erről, és tényleg úgy abban a konkrét helyzetben, szituációban elképzelni, hogy ő most ott hogy, amikor járt éppen ott Egyiptomban, és akkor látta azokat a hatalmas bálványokat, és a halott kultuszt, és mindent, ami egy ilyen pogány, bálványimádó világban, ami mondom, mai léptékkel még elképzelnünk is nagyon nehéz, hogy ez milyen szinten zajlott, és hogy működött. De ennek ellenére ugye pont a Józsefnél is azt látjuk, hogy pontosan a teljesítménye, a munkája, annak a bölcsességnek a gyümölcse, amit ő Istentől kapott, ez vitte őt előre, ez vitte előre tulajdonképpen a tevékenységében, még akkor is, hogyha ebben hullámvölgy is beállt időlegesen. Érdekes, hogy ugye hullámvölgyre sem adta föl, tehát ezek is mind borzasztó tanulságosak. Igen, igen, és ebből is egy hatalmas nagy bizonyság lett Isten mellett. Tehát én azt gondolom, hogy Isten nem ijed meg azoktól a helyzetektől, amikor mi bajba kerülünk adott esetben hívőként, vagy kellemetlen helyzetekbe kerülünk, akár pont a keresztény értékek felvállalása miatt, vagy a gyülekezethez való tartozás miatt. Mondjuk talán ma már ez nem olyan, mint ez a 90-es években volt, vagy a 2000-es évek elején volt. Ott azt többet kellett ezért harcolni, hogy az ember de valahogy ezt akkor megharcolja. Az a harciasság annyira természetesen benne volt még a levegőben, hogy könnyebben magunkévá tettük. Talán most az is lehet kihívás, hogy tudjuk, tehát sokszor tudják magukról keresztények, hogy értéket hordoznak, és akkor inkább nem állnak bele egy olyan munkába, ami olyan módon kellemetlen, nem rögtön előrevívő, tehát a karrierjében nem tud egy olyan gyors előrejutást biztosítani, és akkor kilépnek belőle. Tehát most más a kihívás, pedig lehet, hogy meg kéne állni abba a helyzetbe, és azt a kiválóságot belerakni, a minőséget belerakni a munkájába, és úgy haladni előre, és nem kikérni magunknak a nehézségeket. Így van, így van. Tehát ezt ugye nehéz megmondani, hogy mi az, ami az embert előre viszi. Igen. Tehát nem feltétlenül csak az visz bennünket előre, amikor ilyen simán és könnyedén és lazán tud az ember előre haladni. És, csak ugye most jobban benne van ez a kultúrában, ez az influencerkedő, instagramos képi világban, hogy neki milyen könnyű, és elkezdjük elhinni, hogy van, akinek könnyű. Én egész életem során egyetlen egy emberrel se találkoztam, akinek könnyű lett volna. De akkor nem is volt ez a képi világ. Most viszont ugye ez ütközésbe kerül, mert valahogy ilyen hívogatóan hat, és akkor még inkább kikéri magának az ember. De akkor nekem miért nehéz? Ha nehéz, akkor gyorsan tovább kell mennem, mert akkor nyilván nem ez az igazi. És ez úgy mindenre kihat, és pont a kiválóság ellen hat, hiszen mondjuk őszintén nem hoz létre semmit. Igen, ez a jelen kultúra hordoz egy ilyen csaló, tulajdonképpen megtévesztő dolgot, hogy elhitetik, vagy elhiteti az emberrel, hogy igazából nagyon könnyen tud érvényesülni, és nagyon könnyen tud ötről a hatra jutni. És nyilván, de mindig is voltak akiknek, néhányaknak, de ez egy abszolút kicsi kis kisebbség, akiknek tényleg ez sikerült, és ez működött, de a többségre az igaz, amit ugye Jobb is mondott, hogy az asszonytól született ember rövid életű és háborúságokkal bővölködő. Tehát ez a isteni kijelentés az emberi életről, ez abszolút valóságos, és ez a tényszerű. És visszatérve, én azt tapasztaltam, még akár egy munkahelyen belül is, hogy nem mindig az visz előre, hogyha az ember mindig a könnyebb utat választja, mindig a kisebb ellenállás felé mozdul el, hanem én azt gondolom, hogy elvek mentén kell az embernek még a saját munkahelyén belül is haladni és azokat követni. És emlékszem rá, én is voltak komoly erkölcsi dilemmáim, mert voltak olyan helyzetek, amikor tulajdonképpen
nem volt az teljes egészében tiltva, és nem volt az teljes egészében a vezetőség részéről megtiltva, hogy ugye az ember a munkája vagy a tevékenysége oldalvizén bizonyos pénzeket keressen. És emlékszem rá, hogy nekem ez sok erkölcsi dilemmát okozott egy ideig, hogy most én ebbe belemeltek, vagy nem meltek bele. És akkor emlékszem rá, akkor lelkészektől kértem tanácsot ezzel kapcsolatosan, és adtak tényleg olyan jó útmutatást, amit aztán megfogadtam, és nem mentem bele, és hosszú távon nézve ebből sokkal nagyobb áldás és sokkal több gyümölcs származott. Mert hogyha én abba belemegyek, akkor nem biztos, hogy ennyi időt el tudok tölteni ennél a cégnél, ráadásul olyan kritikus időszakokban, mint mondjuk a gazdasági válság ideje volt. Tehát hogy én itt is én azt gondolom, hogy nem szabad, hogy beleessünk ennek a mai világnak ebbe a felfogásába, vagy mentalitásába, hogy minden gyorsan és azonnal és hamar és minél kisebb ellenállás nélkül, mert nagyon sokszor, hogyha az ember beleáll bizonyos helyzetekbe és beleáll ügyekbe, nem a kisebb ellenállást választja, hosszú távon abból sokkal nagyobb áldása és sokkal több jó származik, mint hogyha adott esetben az ember elvtelenül, vagy egyszerűen csak azért, mert meg akar magának spórolni bizonyos konfliktusokat, vagy bizonyos nehéz helyzeteket, ezekből kihátrál. Igen, hát ez egy nagyon fontos kérdést vet fel a felelősségünkkel kapcsolatban, amivel az elején is kezdtél, hogy mások is figyelik, és az életünk hitelessége teszi hitelessé azt, amit mondunk az Úrról is például, és ott már életek múlhatnak rajta, mert ugye az Úr igéje az élet lenne, és ha valaki nem fogadja el, mert én nem vagyok rá, nem vagyok elég hiteles a szemében, akkor nem is fogjuk talán föl, hogy ez mekkora kárt tud okozni, de ez a kettősség valóban többször benne lehet, és az is egy kulturális dolog, hogy hát mások is így csinálják, mások is megteszik ezeket a kis tikliket, amikről te most pont mondtad, hogy elvek mentén ezt te nem vállaltad föl, meg a hosszú távú gondolkodás miatt, de sokszor van, hogy hát ha mások is, akkor én is. Tehát, hogy itt is fölmerül egy olyan felelősség, amit nem tudom, hogy hogyan tudnál te definiálni, hogy például ezt a fajta kettőséget hogyan tudjuk kizárni az életünkből? Hát csak egyetérteni tudok vele, hogy ez valóban egy felelősség, mert valóban múlhat ezen embereknek az élete, meg embereknek az üdvössége, hogy adott esetben mi megálljuk el helyünket szellemi, erkölcsi vagy morális értelemben azon a helyen, ahol vagyunk. Hát én itt azt gondolom, hogy itt ez abszolút a keresztény identitásunkhoz tartoznak ezek a dolgok, hogy alapvetően szellemi és erkölcsi lényekként és emberekként definiáljuk magunkat, tehát hogy számunkra ezek a legfontosabbak, és ezeknek az igazságoknak a betöltése, és ezeknek az igazságoknak a megvalósítása. És csak másodlagos, hogy a munkahelyemen mondjuk mindenki így érvényesül, és én mégse akarjak követni őket. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb baj tud abból származni, ha ezektől elidegenedünk, és ezeket nem akár rövid távú érdekek miatt, vagy csak azért, mert mások is így csinálják, ettől idegenedünk. Hát ezek azok a lelkiismereti konfliktusok tulajdonképpen, amikkel egy világi munkahelyen szerintem mindenki találkozik, előbb-utóbb mindenki belefut ilyenekbe, és ilyenkor egy döntési helyzet elé kerül az ember, hogy számára melyik a fontos, és melyik nem. De például konkrétan ebben a helyzetben, amire utaltam, itt ugye arról volt szó, hogy bizonyos ügyletek megkötése miatt, én ugye egy leasing cégnél dolgoztam, a kereskedő, akin keresztül az ügylet jött, nekünk üzletkötőknek is felajánlott bizonyos mennyiségű jutalékot. És ugye ez nem volt így kifejezetten tiltva, nem volt legális, de a cégvezetés ezt nagyon ellenezte, hogy ilyen történjen, mert ugye ilyen sajátos érdekeltségi viszonyok, meg rendszerek alakultak ki, és akkor már az ember nem a céghez annyira lojális, hanem inkább ahhoz a másik személyhez, és emiatt ezt nem akarták. És én ezt megértettem, és nem mentem ebbe bele, de tudtam, hogy mások belementek, és mások ezt csinálták. De számomra évekkel később értettem meg ennek a jelentőségét, mert én
még ezután, az időszak után, amikor bizony nem kis összeget tudtam volna ilyen módon zsebre tenni, meg hazavinni, ezután még éveken keresztül, vagy talán még 8 vagy 10 éven keresztül is tudtam ennél a cégnél megmaradni, és folyamatosan ez alatt az idő alatt folyamatosan áldás voltunk egymás számára, én is számukra, meg ők is számomra. Tehát ebből nekem hosszú távon egy nagyon nagy áldás származott, míg azok az emberek, akik ezekkel a lehetőségekkel éltek, ők nagyon hamar eltűntek, és eltűntek a cégből, és ráadásul pont egy olyan nehéz időszakban volt nekem ez áldás, ugye ez a devizahiteles válságnak az időszaka volt, amikor... Stabil munkahely akkor nagyon sokat így ért. Így van, és nem is akármilyen stabil munkahely volt. Tehát, és ez mondom, évek teltek el, és csak utána egy alkalommal, én nem is tudatosodott bennem ez az összefüggés, csak úgy évekkel később, hogy igen, ez a kettő között van összefüggés. Tehát, hogyha véletlenül nem tudnánk olyan könnyen eligazodni a mai világban, akkor azért ezek a bibliai hősöknek a története, hogyha egy kicsit jobban belegondolunk, hogy milyen körülmények között is, hogyan is tevékenykedtek, működtek, kikkel voltak kapcsolatban, kiknek tették le az asztalra a teljesítményüket, és ezért maradtak fönn a Bibliában, akkor talán az bátorít, hogy mi is elvek mentén. Igen, abszolút. Hát ők azért lettek pontosan bibliai hősök, mert kritikus, nehéz helyzetekben ők inkább választották az Istennek az igazságát, inkább választották azokat a szellemi... És választottak volna mást. És dönthettek volna természetesen másképp is. József is, Dániel is, csak hogy néhányat említsünk, akik mondjuk ilyen szempontból, mert mind a kettőjükben az a közös, hogy ugye mind a kettő a szolgálatát azt világi pogány környezetben töltötte be. Tehát például az ő szolgálatuknak a tanulmányozásából az ember nagyon sok inspirációt tud venni. Nekem sokáig ők, ez a két személy volt a kedvencem. Tehát, hogy ők pontosan azért lettek olyanok, és azért jutottak el odáig, például ugye Dániel esetében, hogy ami még mai léptékkel is szinte elképzelhetetlen, hogy ugye két világbirodalomban tudott betölteni vezető szerepet, két olyan világbirodalomban, akik ráadásul egymással ellenségesek voltak, tehát hogy ugye a Babilon és a Méd-Perzsa birodalomban is a birodalom csúcsvezetői közé tartozott, hogy mert egyszerűen olyan volt a személyisége, a lojalitása, a becsületessége, a szaktudása, a felkészültsége, a spiritualitása, stb. És az elvei, így van, tehát hogy egyszerűen elengedhetetlenné tették azt, hogy... Pedig tehát, ő aztán nem rejtette véka alá, hogy milyen nem, Istenben hát hisz. Pontosan ugye tudjuk, hogy pontosan az ima élete miatt milyen konfliktusba keveredett, tehát ott az is egy helyzet volt, hogy szúrta a szemét a kollégáinak, hogy ő miért imádkozik, és miért keresi az Urat, és ezen keresztül próbálták megtámadni, és ő azt mondta, hogy nem, tehát ez az ő életének, ez egy olyan fontos szellemi erkölcsi alapelv, hogy ő ebből nem enged, ha ennek ez az ára, hogy be kell fejezze a földi pályafutását, akkor legyen úgy, de ebből nem engedünk. És látni azt, hogy Isten, hogy kihozta ebből a helyzetből, és ugye még nagyobb áldásba, meg kegyelembe tudott jutni. Tehát nagyon sokszor az, hogy bizonyos elvekhez ragaszkodunk konfliktusok idején, abból sokszor előre nem látható módon tudnak hatalmas áldások származni az ember életében. És ugye Dánielről is tudjuk, hogy ő aztán azt a tekintélyt, meg azt a képességet, meg azt az áldást, amit ő kapott, aztán az ő saját népének a fölvirágoztatására használta. Tehát, hogy az nem véletlen, hogy a zsidóknak annyira jó helye volt és szerepe volt Babilonban, hogy aztán a végén, amikor már vissza lehetett menni a Szentföldre, akkor is csak egy kisebbség ment vissza, mert a többiek már annyira belakták és annyira jó volt, de ehhez kellett egy Dániel, aki ebben közreműködött. Ez olyan mélyen elgondolkodtató egyébként, és olyan érdekes, hogy mennyire modern, mai párhuzamokat lehet ebből levonni, hogy ebből is látszik, hogy a Biblia tanulmányozása az olyan, amire rá lehet állni, és lehet építeni rá. Nincs ilyen, hogy most ezt nekem egyedül kell megoldani, hanem ott vannak ezek a történetek, amik meg tudnak erősíteni, hogy hogyan is tudok megmaradni a hitem mellett. Igen, és ami talán az egyik legelgondolkodtatóbb a Dániel könyvében, ha már így szóba került,
hogy miért jellemzi a Szentírás Babilont aranyfejként, és a Méd-Perzsa birodalmat pedig ezüstként. Ugye tudjuk, hogy mind a kettő az isteni értékeket hordoz. És én azt gondolom, hogy azért, mert nem azért, mert hogy a babiloni birodalom úgy önmagától kezdve, vagy úgy saját magától lett volna aranyértékeket hordozó, mert tudjuk mennyire barbárok, brutálisak voltak, stb. Hanem én azt gondolom, hogy abban az isteni látomásban azért jelent meg a babiloni birodalom aranyképeként, mert pontosan a Dániel és társainak az eredményeképpen az isteni értékek és az isteni igazság bement abba a birodalomba, és attól lett az arany, és attól lesz az értékes. És magas szinten, mert ott voltak olyan személyek, akik fölvállalták a munkájuk mellett, mert egyébként Dániel a munkáját is kiválóan ellátta. Egyébként hát nyilván nem került volna ilyen így magas van, helyre. Így van, ezt így van. Tehát ez egy abszolút alap, de emellett ő be tudott vinni, nyilván tudjuk, hogy Nabukodonozor felé is volt egy szolgálata, közre működött abban, hogy ő végül is meg tudott térni. Ennyit az élőistenhez. Így van, tehát hogy az ő tevékenységén keresztül bekerültek tulajdonképpen a birodalomba isteni értékek, ez igaz a Méd-Perzsára is, és igaz a Babilonra is, és én azt gondolom, hogy ez a fajta küldetésünk és feladatunk mindenki előtt, sőt ez a lehetőség mondanám, mindenki előtt megvan, aki egy világi munkahelyen dolgozik, hogy arra a helyre, és abban a közegben, és arra a világi helyre bevigye azokat az értékeket, az aranyat és az ezüstöt, amitől annak a cégnek, vagy annak a vállalatnak, vagy annak a intézetnek, vagy intézménynek, vagy iskolának, kihol dolgozik, annak a, hogy mondjam, az Isten előtti értéke, az meg tud változni pontosan a mi tevékenységünk nyomán, a show szerepünk nyomán. Tehát én azt gondolom, hogy az nem baj, hogyha ezeket ilyen léptékben látjuk, és ebben érzékeljük a saját felelősségünket is, mert ez a lehetőség, én azt gondolom, minden hívőnek megvan, hogy azt a környezetet úgymond aranyjá tegye, vagy ezüstté tegye, ahol van, ezzel is akár előmozdítva a cégnek, vagy a vállalatnak a sikerét, vagy a fölemelkedését. Hát ez nem egy világi cél, hogy a cég sikerét előmozdítsam, hanem az Isten akarata is. Hát így van, amennyiben hívők vannak ott, Dánielek és Józsefek vannak ott abban a szervezetben. És nem azért, mert megérdemlik, hanem azért, mert mi sók vagyunk. Így van, így van. Ez egy óriási lehetőség, és talán a sónak ez az aranycsináló képessége. Most talán fölcsillantja sokakban a reményt, hogy mennyire fontos az, hogy ő megszületett, él és dolgozik. Isten szemében mennyire értékes. Nagyon köszönöm, Zoli, hogy ránk szántad az időt, és eljöttél beszélni erről. Én is köszönöm a lehetőséget. Bohát Zoltánnal beszélgettem, tehát is ezzel véget ért a Középpont, nem csak a hitköznapok, megköszönöm a munkatársaimnak, Tamás Csilla szerkesztőnek, illetve a programszervezőknek, Király Tamásnak és Szobota Zoltánnak, és természetesen a technikusunknak, Kovács Gergőnek a munkáját. Elköszönök a hallgatóktól, és további jó rádiózást kívánok!